Lux Antal, festőművész, fotoművész, filmművész, videóművész. 1935-ben született Soroksáron. 1956-ban Németországba emigrál. Tanulmányait 1960 és 1965 között a Stuttgarti Képzőművészeti Akadémián végzi. Ezt követően Berlinben él, festészettel és kísérleti videóval foglalkozik. Művészete nem tűri a megállapodottságot, a mereven rögzített határokat, nem akar választani ábrázolás és abstrakció, álló és mozgó kép között. Fábián László, a mester barátja beszél nekünk arról, hogy az ideától a megvalósításig milyen utat kell megjárni. Azután arról is szó esik, hogy a mozgóképben rejlő lehetőségek miként épültek be Lux Antal művészetébe. Hát a dolgot azért messzebbről kell indítani, mert ugye valahogy el kell jutni ehhez a fölismeréshez, hogy a számítógép milyen lehetőségeket kínál. Most a Lux mindig érzékeny volt arra, hogy részint különböző anyagokat, részint pedig különböző technikákat vegyen igénybe a munkái létrehozásához. Azt hiszem, hogy minden, ami ezzel kapcsolatos, tulajdonképpen az ő szuper 8-as filmes tevékenységével indult el, aminek lelkes kezdeténél jelen voltam Berlinben, egyre másra készítette ezeket a rövid sketcheket, mondjuk így, akár animációs, akár valóságos, tehát reálisabb film formájában. És pehjére, és talán a Super 8-as filmezés pehjére is, ez egy fél órával, ezt most idézőjelben mondtam, a videó megjelenése előtt történt. Tehát egyszer csak rá kellett jönni, hogy a videó sokkal kényelmesebb, több lehetőséget csinál, kínál, bocsánat. És hát át kellett állni erre a technikára. Na most miért mondtam azt, hogy itt kezdődtek a dolgok? Azon egyszerű oknál fogva, mert ettől a pillanattól kezdve, hogy csinált ezeket a Super 8-as filmeket, Lux gondolt a par excellence képzőművészeti tevékenységére is, ami abban mutatkozott meg, hogy ezekből a filmekből kivett filmkockákat, és ezeket a filmkockákat grafikaként vagy festményként, attól függ, hogy hogyan avatkozott bele, használta. Tulajdonképpen így jöttek létre mondjuk a zászlói is, a videó zászlói is, de korábban már a Super 8-as filmnél is történtek hasonló törekvések, és azt gondolom, hogy amikor aztán ráállt a számítógépes technikára, mikor megérezte, hogy milyen lehetőségek vannak a számítógépben, olyan értelemben, hogy a számítógép mint formaképző lehetőség, akkor ezeket a dolgokat, amiket kikísérletezett a Super 8-assal és a videóval, ezeket ott hasznosítani tudta mindenképpen, elsősorban persze komponálási szempontból, de azt gondolom, hogy a fölület minősége szempontjából is érdekes lehetett számára.
Egy dolgot ugye tudni kell, hogy a számítógépes grafikának a fölülete az sima, az abszolút sima. Ott nincsenek, hogy mondjam, kéznyomok, nincsenek festéknyomok, az anyag teljesen homogén, legfőlebb a színekre lehet, színekre és a formákra lehet hagyatkozni, de azt is a legegyértelműbb síkban. Nos, ezt kellett a Luxnak végig gondolnia, hogy az a fajta plasztikusság, amelyik azért a filmben jelen van, vagy a videóban jelen van, az alkalmasint nehezebben állítható elő a számítógépen, avagy nem adódik olyan könnyedén, ahogyan ezek a másik médiumok ezt kínálták neki. Egyáltalán azt gondolom, hogy egy más szemléletmód kell hozzá. Luxban van egy örök, és majdnem úgy fogalmaztam, kiírhatatlan vágyakozás a mindig mást csinálásra, tehát a kísérletezésre, amelyiket talán azért nem szerencsés kísérletezésnek nevezni, mert amikor hozzá lát, akkor tulajdonképpen ezek már nem is kísérletek, hanem rögtön kész vannak. Furcsa módon mindig toppon van ezekben a próbálkozásokban, szóval nem selejt készül egy pillanatra sem, hanem érzékeny, finom anyagok kerülnek ki a keze alól. A számítógépes, ezt ugye a kiállításon is láthattuk, hogy a számítógépes grafikáknak a létrehozása az egy hatalmas termékenységre serkenti a szerzőt, hiszen ülve a számítógép mellett egymás után jönnek elő ezek a kompozíciók, és furcsa módon, hogy azt kell mondanom, hogy majdhogy nem selejtmentesen készülnek ezek a művek, mert hiszen a számítógépben mindig mindent vissza lehet csinálni, vissza lehet fordítani, sokkal könnyebben, mint a festészetben, most hát a grafikáról nem is beszélve, mert hát amit ott elrontottuk, azt elrontottuk örökre, úgyhogy azt ki lehet dobni. Ennek megfelelően itt a kiállításon is azt kellett látnunk, hogy tulajdonképpen szinte nüansznyi eltérések vannak a művek között, minthogyha ugyanazt a problémát járnák körül, mondjuk, most ezt leegyszerűsítem, egy piros foltnak, egy határozott piros foltnak az elhelyezése a fölületen milyen konstellációkban jelenhet meg, milyen súllyal lehet jelen a képen, a képnek melyik részén, hogy lehet kiegyensúlyozni kompozícióba. Tehát valami olyasfajta föladat ez számára, amelyik kifejezetten ezt a komponálási készséget veszi igénybe. Hogyha összevetem azokkal a grafikáival, amelyekben már más beavatkozások is történnek, tehát értem ezen, hogy esetleg beragaszt valamit, vagy belerajzol, vagy satíroz egy kicsit bele, és így tovább, akkor azt kell érzékelnem,
hogy a kézjegy hiányát érzi időről időre a számítógépes grafikával, és ezért ezt a kézjegy hiányt igyekszik valamivel hát kitölteni, helyette megjeleníteni valamit, ami olyan par excellence luxussá teszi a művet. Ezért azt gondolom, hogy egy ilyen kiállítása, amelyik kizárólag csak számítógépes munkákat tartalmaz, mint ami a Met-ben is jelen van, az föltétlenül ennek a számítógépezésnek a lehetőségeit kutatja, ennek a végletekig kijátszását, technikai kijátszását, és hát persze a technika átszervezését az esztétikumra, ami hát minden esetben az igazi alkotói feladat, mert hát az, hogy a számítógépet hogyan mozgatjuk, az önmagában valóban csak kompozíciós tevékenység, de hát a Luxnak mégiscsak van egy látomása a világról, és ez a látomás kell, hogy tükröződjék minden egyes alkotásában, lett légyen az festmény, plasztika, számítógépes vagy egyéb grafika. Ezek lux művek, itt a luxosságot értve, vagy ahogy én egyszer kifejeztem, a lucidusságot visszaélve a szóval, tehát ilyen szójátékkal, a lucidosságot jelentik. Elég ez neked. Thank you.